A férfi elhatározta, hogy felkutatja a póniát megtámadó kutyákat, és azokat elpusztítja, valamint gazdáikat elszámoltatja. A pónikat ért támadás helyszíne körül észrevett egy közepes termetű kóborkutyát, amelyről azt feltételezte, hogy közeleltett a támadáshoz. Megállt, kiszállt az autóból, és magához vette egy nagyméretű, szamurájkardra hasonlító vágóeszközt. Miután kiszállt, legugolt, és magához csalogatta az egyébként barátságosan viselkedő kutyát. A vádot kihasználva, hogy az elé érő kutya barátságosan a hátára feküdt, a kezében lévő karddal nagy erővel az állattorkára vágott. Ezután visszaült a gépkocsiba és elhajtott. A kutya belepusztult sérüléseibe. Az ügyben a Ceglidi járási ügyészség a férfi ellen bírósági végrehajtás akadályozása és állatkínzás miatt emelt vádat.